Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, mai adásunk középpontjában pedig a fűtés költség megosztó kérdése áll. Ezzel a témával már foglalkoztunk a múlt héten, akkor ígéretet tettünk, hogy a mai adásunkba ide várjuk majd a stúdiónkba Herceg József urat, a Székesfehérvári Egyes Számú Lakás Fenntartó Szövetkezetnek az elnökét, valamint Farkas Béla ügyvezető úr is megérkezett ide a stúdiónkba. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én is jó estét kívánok a tisztelt nézőknek, és köszönöm a meghívást. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen örökzöld téma, hiszen a fűtés, a költségmegosztó kérdése évek óta a figyelem középpontjába áll, nem csak az egyes számú lakásfenntartó szövetkezet területén, hanem azt gondolom, hogy akik társasházi vagy szövetkezeti lakásban élnek, azok számára ez mindig egy ilyen vitatott kérdéskör. Igen, ez valóban így van. Ezzel szerettem volna kezdeni, hogy a fűtés, ha elkezdjük, miért kezdjük el, ha nem kezdjük, akkor miért nem fűtünk már. Ugyanez van a hőfokemelésnél is, ugye miért emeltünk, emeljünk, ne emeljünk. Most ugyanez van a költségmegosztókkal kapcsolatosan témában is. Én készültem erre a mai napra, három pontba szeretnék beszélni itt a költségmegosztók témájával. Először is a lakók, azt mondták, hogy a levelet, illetve a telefont azért nem küldenek ide önnek, mert most jelenleg nincs problémájuk a fűtéssel, költségmegosztóval, ugyanis ami eddig volt, hogy a havi leolvasás, illetve fizetés, ugye ezt megvalósítottuk, illetve a leolvasást illetően is ugye rádiós távvezetett leolvasás van, itt is mindig problémát jelentette az egyeztető, az időpont egyeztetés. De ez mind a kettő jelenleg megoldódott. A József utcából hívott engem egy hölgy szombaton, hogy ő náluk információm szerint, tehát úgy tudom, hogy információm szerint 4 lépcsőházban 146-ból aláírás gyűjtés van a költségmegosztókkal kapcsolatosan. Egy hölgy hívott a József utcából, ő állítólag nem írta alá, de segítségemet kérte. Én most a hölgynek akkor is azt mondtam, most is azt mondom, hogy figyelj a mai adást, hogy nekem mi a vélemények a költségmegosztókról. Három pont témában szeretném ezt fölvázolni. Az első az, hogy tavaly, mikor a Szauter úr itt volt és a Tófalvi úr, akkor azt hangzott el Szauter úrtól, hogy nem sok, illetve minimális a különbség a költségmegosztó, illetve a nem költségmegosztós fizetések között. A múlt héten azt hangzott itt el, hogy 1000-2000 forint. Na most én készültem, már tavaly évben is taggyűléseken ismertettem is, részt vettem a különböző intézőbizottsági taggyűléseken. Akkor ismertettem, és most is csináltam a héten egy olyat, hogy 12 lakó kérdeztem meg, és a következő eredmény jött ki. Most nem a szélsőségekről beszélünk. Volt egy 14 ezer forintot fizet, egy 30 ezer forintot fizet. Heten 15 és 16 ezer forint között fizetnek, hárman pedig 26 és 28 ezer forint között fizetnek. Most, hogyha azt mondjuk, hogy nem kell a költségmegosztó, akkor ugyanazt a hőmennyiséget fogja kapni ugye az a lakás, vagy az épület. Az azt jelenti, hogy 22-23 ezer forint lesz, akkor átlag mindenkinek a pénz. Tehát a 15-16 ezer forint is 22-23-ot fog fizetni, még visszajön a 26-28 és 22-23 ezerre. Tehát az 1-2 ezer, ez 5-6 ezer forint lesz. Tehát ezt azért így látni kell a tisztelt lakóknak, hogy ez így működik, és ezeket adatokkal tudom alátámasztani. A másik, ami másik pont, amivel szeretnék foglalkozni, ugye volt a panelfelújítás. Akkor ugye egyharmad rész volt a lakó, egyharmad az önkormányzat, egyharmad az állam, amit fizetett. Most ez nagyon szépen le is ment, igen, csak a kivitelezőt nem a szövetkezet, hanem az önkormányzat pályáztatta, ő határozta meg. És azt el kell ismerni, valóban én is azt mondom, hogy hát nem éppen a legjobb minőségben sikerültek a nyílászáró cserék. Most is elég sok probléma van, ugye kicsit fúj a szél, a padlószőnyeget emelgeti a szél,
függönyt mozgatja a szél, tehát magyarul ezek a panelcserék, illetve a nyilászáró cserék hát nem a legjobban lettek szigetelve, és ez pont gondot jelent a fűtésnél is. Ez maximálisan egyetértek, de ez nem a költségmegosztó és nem a szövegeket probléma, hibája, úgy mondom, nem az, annak a hibája. A másik, amikről nem beszéltünk, és tavaly, amikor a Tófalvi úr itt volt a civil központban, ott is hozzászóltam, és meg is köszönte, a radiátorokról nem beszélünk. A radiátorokkal kapcsolatosan az elmúlt néhány évben, nem csak ebben két évben mióta elnök vagyok, előtt is néhány évig, többen szóltak, hogy menjek fel, mert probléma van a fűtése. Most így visszapróbáltam emlékezni, 8 helyen biztos, hogy voltam, mind a 8 helyen, még a régi öntvény radiátorok voltak fönt. Nincs is ezzel semmi probléma, ez nagyon jó hőleadó radiátor, de azt tudni kell, hogy a palota a 70-es évek elején lett átadva, tehát jelen pillanatban 44-46 évesek ezek a radiátorok. Ebből kifolyólag ugye a rozsda, a viszkő, az szépen rakodik le a radiátorokba, és azért hívtak föl, hogy nézze meg, hogy a cső langyos, úgymond meleg, és a radiátornak csak a felső része volt, ami langyos, meg meleg volt. És ott el is mondtam, hogy mi a probléma, nagyon sokan meg is értették ezt. És most a héten is volt egy, aki azt mondta, hogy hát önálló jól működik, csak az a baj, hogy a cső éppen, hogy langyos kézzel nagyon megfogható, tehát ő neki az előre menő hőfokkal volt problémája, vagy van problémája. Na most itt jutottunk el, hogy az előre menő hőfokot is, hogy miért nem nagyobb az előre menő hőfok, mert hogy a szövetkezet nem kéri. Ugye megállapodás van, hogy a szövetkezet részül ki az a két fő, aki kérheti szőpertőt, de hogyha minden lakó igényét ki akarnánk elégíteni, az automata, ami ezt az egészet vezérli, nem tudná, hogy milyen hőfokot kell leadni, mert ez fél óránként változna. Tehát a szövetkezet tudja kérni, hogy emeljük meg 2-3 fokkal a hőfokot, de ahhoz legalább az 50%-ának az adott hőközponthoz tartozó lakók. Tehát, hogyha a lakók kezdeményezik, akkor szólnak az érintett a közösségi megbízottnak, vagy kinek kell ezt jelezni, igen, és igen, akkor utána igen, pedig igen. Ő elindítja ezt a szállat. Tehát végülis igen, a lakóknak kell ezt kezdeményezni. Igen, tehát akár az ügyvezetőigazgató, vagy az üzemeltetés vezető, az Aradi Attila, ő jogosult arra, hogy a szép hőnek elmondja, hogy melyik mostanában kell megemelni, és mennyivel a hőfokot. De ez, ebben azért van benne így a szövetkezet, hogy ezt egyéninek nem lehet megtenni. A másik dolog pedig itt a szigetelés kapcsán még, hogy én azt mondom, hogy ahol a probléma van, ott kellene megnézni, mert például a szigetelések az mellett, hogy a nyilászárok nem úgy sikerültek, ahogy kellett volna, aula tetejét is sok helyen leszigeteltük, illetve a pincék előtti tetőt is leszigeteltük, mert nyilván ott is azért lehet hőt nyerni. Egy mai példát szeretnék elmondani, mert elég hideg van, mentem haza, és ugye ahogy a lift előtt is nekünk van egy ajtó. Ahogy becsuktam az ajtót, vártam a liftet, egész kellemesnek éreztem az időt. Elmentem hátra a kerékpártárolóhoz, mert bejelentettem, hogy nem világít a villany. És ahogy mentem hátra fel, hogy megcsapott szinte a hideg. És ma jöttem rá arra, hogy a kerékpártároló előtt, ami van rácsos ajtó, azt is nekünk zárták kell tenni olyan értelemben, hogy ne rácsos legyen, hanem üveges valószínű, mert ott, mintha kint lettem volna az udvaron, jött be az erős, hasító hideg. Valószínűleg ennek az első emeleten is jobban örülnének, mert ha csak egy fokot is tudnánk vele javítani, már elértük célunkat. Tehát ilyen apróságokkal szerintem még előrébb tudnánk lépni, és itt kívánnám megjegyezni, hogy amikor ez az egész indult, akkor az első, illetve a tizedik emelet ugye 10% kedvezményt kapott, ez jelen pillanatban is megvan. Nem azt jelenti, hogy ezzel megoldottuk a problémát, csak hogy igyekszünk minden olyan problémát orvosolni, ami valóban felmerül, és amivel tudunk, a szövetkezet segít. Közben mondom nézőinknek is, hogy hívhatnak minket adásunk alatt az 516-110-es telefonszámon.
Ugye a múltkori adásban is volt már egy nyilatkozó, aki a Kelemen Béla utcai házban jelezték, hogy ugye ők két épület van egy hőközponton, ott megkérdeztük az arányszámokat, és azt hiszem, hogy kettő ember volt, aki szeretne maradni a költségmegosztós megoldásnál, a többiek viszont nem. Ilyen esetben mi történik? Azért ez jóval több, mint 50%. Ők vissza tudnak-e térni az általány díjas fűtésre? Ugye a Sauter úrra, hogyha már említette, akkor vele ugye több alkalommal volt itt a fűtési időszakban beszélgetésünk. Azt mondta, hogy a Széphő részéről ennek nincs akadálya. Ez így van, hogy a Széphő azt mondja, nincs akadálya természetes, és ő neki mindegy, mert azt mondja, hogy véleményességet úgy, ahogy leadja. Nekem ez az a vélem, hogy egy hete elhangzott, hogy én azt mondtam, hogy 100% jelentkezés legyen. Én továbbra is maradok a 100% mellett. Én kevésnek tartom az 50% plusz egy főt. Azért is inkább, mert én akkor úgy érzem, hogy büntetjük azokat a 15-16 ezer forintos embereket, akik spórolnak például, vagy megpróbálják, az mert, hogy nem fáznak, megpróbálják a költség megosztó lehetőségeit kihasználni. Tehát magyarul minden rugalmasságot, minden elveszünk a lakók kezéből. Tehát én azt mondom, hogy tovább is 100%, és az mellett nem vagyok biztos, hogy még az 50 plusz 1 is meg lenne, mert ezt a két lépcsőházat egy hete hallottam a Kelemen Bélán, illetve a hölgy, aki telefonált, ott nem tudom, milyen az arány, és azon kívül nem is hallottam róla, hogy problémák lennének a költségmegosztókkal, mert senki nem jelezte. Nem tudom, mert ott ugye ez nem 50 plusz 1-nek tűnt nekem, megkérdeztem ugye, hogy hány lakás van, azt hiszem 16-ot mondott az úr, de nem vagyok biztos benne, nem emlékszem rá, és ugye kettő nem, tehát hogy azért az jóval több, mint 50%. Hogyha a lakóknak mondjuk a 80-90%-a más szeretne, akkor de nem nyilván ez az önök belső szabályzata, vagy nem tudom, hogy ott milyen hát igen, számok vannak. Igen, ezt nehéz így irányítani, én nem zárkozom, de azt fel kellene mérni, hogy most... Hozzunk-e olyan határozatot, hogy 90% vagy 10%, szóval ez így nagyon nehéz, és én akkor is azt mondom, az a 10% is miért bűnhődjön. Tehát én azt mondom, hogy jelen pillanatban jól működik, nem a költség megosztó hibái ezek, amikről most beszéltünk, de vele lehet alkotni. Ha valaki olyan érvet mond, ami azt támasztja alá, hogy igen, valamit engedjünk, és akkor tegyük. De egyelőre még olyan érvet nem kaptam, egyetlen egy dolgot mondott egy illető, ő is a Rákóczi úton, aki szervezgeti ezt a dolgot, hogy hát azért, hogy méltányosnak tartom én azt, hogy egyik többet fizessen, mint a másik, egyik lakó többet fizessen, mint a másik. Ez nem érv, ez csak egy dolog, ez döntsék el a lakók. És akkor... Ez a két pont lett volna, a harmadik pont, hogyha megengedi, hogy megkérem az ügyvezető igazgatórat, hogy a harmadik pontról beszéljen, hogy most jelen pillanatban állami szinten, illetve hol tart, mert a fűtéssel foglalkozni fognak, mert az EU is foglalkozott vele, jelen pillanatban is foglalkoznak vele, tehát előbb-utóbb valamilyen rendelet ki fog jönni. Most van birtokunkban olyan papír, olyan levél, olyan, ami nagy vonalakban azt kívánja látni, hogy valamilyen formában mérősíteni fognak. Úgyhogy megkérem akkor önszörös beszélni. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Divatos manapság mindig az Unióra hivatkozni, de én is azt teszem, ugyanis 2012-ben megjelent az Uniónak a 27-es irányelve, ami annak idején mindenki által ismert volt, hogy 2016. december 31-ig minden távfűtött és központi fűtéses lakást, ahol nem a lakáson belül van a hőtermelő berendezés, hőmennyiségmérővel vagy költségmegosztóval kell ellátni. Ugye ezt a uniós irányelvet az országnak végre kellett volna hajtani, pláne akkor, amikor ez 2009-ben látott ez a rendelkezés napvilágot a Brüsszelbe, később került ide hozzánk. A fő gond az, hogy ebbe az ügybe sajnos nem történt lépés, és azért nem történt lépés, mert a építési technológia szerint vannak olyan épületek, ahol a strandszabályozást a kialakított műszaki állapot miatt nem lehet megoldani.
ezért megpróbálták ezt a kérdést halogatni. Én úgy tudom, hogy az unió büntetést is szabott ki az országra miatt, hogy nem lett végrehajtva. Most viszont 2018. december 18-án jelent meg az Európa Uniónak a 2002-es irányelve, ami ismételten fölhívja a tagországok figyelmét, hogy ebbe a dologba lépni kell. És őszintén megmondom, amikor a 2012-es megjelent, én is azon a nézeten voltam, hogy valószínűnek tartom, hogy itt a költségmegosztó gyártók és költségmegosztó felhasználókat szponzorálja ez a rendelkezés, de most a 2018-as mellé kaptam egy 50 oldalas leíratot, ami az Unióba született, tulajdonképpen készült az Európa Unió területén a tagországokról egy fölmérés energiafelhasználás szempontjából, és a probléma tulajdonképpen az energiafelhasználás terén mutatkozik, és amiért kényszeríteni akarnak minden tagországot, nem csak a fűtés mérésére, hanem a hűtés mérésére, hiszen az Unióban van olyan ország, ahol nyáron ugye a lakótelepi lakásokat hűteni kell a nagy meleg miatt. Tehát arról van szó, hogy Magyarországon, és ez a statisztika engem egy kicsit mellbe is vágott, Magyarországon a felhasznált energiának az 57% a lakossági felhasználás, ami azt jelenti, hogy több mint az ország energia felhasználásának, több mint a felét a lakosság használja fel. Kötelezve van az ország arra, Magyarország is, mint uniós tagállam, hogy 2021-ig az eddig felhasznált energiának a 12%-át kell megtakarítani, és 2030-ig pedig 16%-ot. Na most, aki ért hozzá és foglalkozott eddig is az energia megtakarítást eredményező épület felújításokkal, az nagyon jól tudja, hogy ezekből az épületekből ezt már nagyon nehezen lehet majd kicsavarni. Ami érdekes viszont, hogy a rendeletnek azt a részét, hogy új épületet, amit most adnak át, új épületet csak úgy lehet átadni, hogyha a lakások egyedi méréséről, vagy pedig a költségmegosztó felszerelésével van a lakás ellátva. Tehát gyakorlatilag a rendeletnek, a rendelkezésnek ez a része megvalósításra került. A régi épületekkel van baj, vannak sajnos a 60-as évek elején épült távfűtéses lakóépületek, ahol a elosztó vezetékek a földszinti lakás alatt egy 40x40-es betonalagútba mennek, és erre a vezetékrendszerre költségmegosztó, illetve strangszabályzó berendezést nem tudják felszerelni. Ugyanis költségmegosztót csak olyan fűtési rendszerre szabad felszerelni, ahol a hőmérsékletet szabályozni lehet. Egyrészt van ugye a lakáson belüli kézi szabályozás és az úgynevezett dinamikus szabályozás, ahol az épület fűtési rendszerének az automatikus önszabályozását végzi el egy berendezés. Tehát gyakorlatilag most kényszerítve leszünk arra, bár őszintén megmondom, hogy engem ez az 57% egy kicsit bevágott, nem gondoltam volna, hogy tényleg a lakossági fogyasztás ilyen magas, viszont hogy ezekből a panelépületekből azt a 12%-ot nagyon nehezen fogjuk kicsikarni, az biztos. A másik dolog pedig, hogy gyakorlatilag van összehasonlítási alapunk most már hosszú évek során át, hogy a költségmegosztás hol mit eredményezett. Vannak befutott épületek, ahol évek óta semmi baj nincs, sőt, amióta a havi elszámolást, hogy az elnök úr is mondta, bevezettük, azóta hűtési szezon végén elszámolási gondunk sincs, mert minden hónapban mindenki annyit fizet, amennyit fogyaszt. Első és negyedike között leolvassuk a költségosztókat egy rádiós táv leolvasó segítségével, az épület előtt megáll a gépkocsi, leolvassa, fölküldjük Budapestre, két nap múlva itt az eredmény, és mindenki kapja a számlát. A baj ott van, ahol megmaradtak a évi egyszeri elszámolással, ugyanis 2013-ban jelentkezett ez a probléma először a lakosságnál, hogy a megtakarításokat a távhőszolgáltató nem tudta visszafizetni, illetve nem fizette vissza addig, amíg a befizetni való a befizetésre váró tagoktól nem érkezett be. Hiszen logikus, így a távhőszolgáltatónak kellett volna a lakossági megtakarítást előfinanszírozni addig, míg a számára a túlfűtőknek a befizetése be nem érkezik. És ugye akkor is a bűnbaknak a lakásszövetkezet lett kiáltva, holott mi a leosztás mértékét ugye a TEM megadja a szépfőnek, a szépfő elszámol, és ő mutatja ki, hogy milyen megtakarítások mutatkoznak. Egyébként a pénteki riportot végignézve jó pár olyan dolog hangzott el, ami,
aminek az egyik oldala igaz, illetve egy állítás van, de az az állítás az sajnos nagyon sok esetben fals dolgokat tartalmaz. Hát például az egyik dolog az, hogy ugye a csőrőfűtésről volt itt szó. Hát pontosan a riportalanyas csőrőfűt, mert a radiátor a 2009 óta le van szerelve, nincs a lakásában radiátor. És akkor most hozzáfűzném a következő gondolatot, hogyha nincs radiátor, akkor költségmegosztókkal még bajlódik annyit. Hát ő ebben nem érintett. Aki érintett, az emberek túlnyomó többségének különösebb problémája nincs. Egyébként könnyen éri az embert vád, hogy így meg úgy ez történik, meg összeátszunk, de én vagyok az egyik, ugyanabban az épületben lakom, mint a hölgy. Így 3 évig én is meglettem átlagolva, ugyanis a nagyszobai költséget megosztom, nem figyeltem, 2 hónap múlva leállt egy szerelési hiba miatt. Igaz, hogy azóta ezt nekem tulajdonképpen tisztáztuk és rendbe raktuk ezt a dolgot, de nekem is leállt a költségosztom, és szomorúan kellett tapasztalnom, hogy büntető listára kerültem miatta. Innen folytatjuk, közben jelezték a kollégáim, hogy telefonáló a vonalban. Jó estét, ez itt a Köztér. Kívánok, Szabó Melinda vagyok. Jó estét. Egy kicsit halkítsa le a készülékét, mert nagyobb így szangzik, Melinda. Jó, igen. Most a megfelelő? Igen. Szeretnék először is Hertek úr kijelentésére referálni. Az első probléma az lenne, hogy 2018. januárjában kaptam az elnök úrtól egy választ, amiben azt írta, hogy a költségmegosztókkal kapcsolatos, meg a panel programos gondokkal kapcsolatban fogad bennünket február 12-e és 16-a között. Ennek már több mint egy éve van. A válaszában azt írta, hogy a február 12-e 16-a közötti időpontból fogadjuk, amelyet majd később pontosítok. Hát sajnos azóta is várjuk, hogy pontosítson. Szeretném, hogy ezt pótolná. A kérdéskör, amit felvetettünk, ez a pályázattal kapcsolatos volt, a panel programos felújításokkal. Nekünk határozott véleményünk az, hogy az ablakcsere, tehát a nyilászáró csere és a szigetelésből van a megtakarítás jelentős része. Nem tudom, hogy az elnök úr honnét vette ezt a 16 ezer forintos havi díjakat, mert én a lépcsőházomba több taktástól is beszereztem, és itt ilyen 4000 és 5000 forint közötti havi díjakat fizetnek. A csőrőfűtéssel kapcsolatban annyit, hogy az én lakásomban legalább 10-szer kevesebb cső van, mint az alattam lévő lakásban, a hosszúságat és az átmérőket tekintve. Tehát a csőrőfűtés elméletét azt keményen megkérdőjelezem. Azon kívül szóba került az, hogy a 12-es EU-s irányelv szerint Magyarországon kötelezővé tették a költségmegosztókat. Nem. Ott van egy kritétel az EU-s irányelvben, hogy kivéve. És ez a kivéve nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, mert ahol nem gazdaságos, a régi paneloknál azt az ügyvezető is mondta, hogy nem tudják megoldani. A költségmegosztóval a kapcsolatos költségek pedig a szövetkezetnél nagyon-nagyon tetemes összegeket tesznek ki. A 100%-os szavazás, amit mondott, hogy a lakosság 100%-a kelljen, ez azért is aggályos, mert amikor felszerelték, akkor nem volt kötelező a 100%. Most viszont a leszereléshez azt írnák, ezen kívül az újságban a szövetkezet jogásza úgy nyilatkozott, hogy 21 után bármikor le lehet szerelni. Tehát 21-ig nem tudjuk, hogy milyen pályázat született, vagy hogy mi alapján mondják azt, hogy 21-ig fenn kellene tartani, mert a kezemben van egy olyan farkas a ügyvezető által tett kijelentés a tagértekezleten, hogy a költségmegosztókat a kivételezést követel, tehát amikor a panelprogramos kivitelezés megtörtént, 10 évig fenn kell tartani, a leszerelés mindenkinek meg kell szavazni. Ez a 10 év már 16-ban lejárt, és még mindig költségmegosztókkal bajlódunk a szövetkezetnél. És mi az, hogy a Fehérváron nagyon-nagyon sok épület visszatért a légkörméteres fűtésre, ott valóban nincsenek problémák, és a tagok nagyon megelégedettek. Köszönjük szépen
a kérdéseit, és akkor arra kérem az urakat, hogy... Az a helyzet, hogy a hölgy alapvető tévedésben van, és többszörösben, ugyanis 2014-ben lettek a újabb támogatással álnyált költségosztók föltéve ezek, amik havi leolvasásra alkalmasak, tehát ez az egyik. A másik, arról megint nem beszélt, hogy önállal nincs fő radiátor. Én kipróbáltam a saját lakásomon, 3 hétig nem voltam itthon, télen elzártam az összes radiátort, 19 fok volt a lakásban. December végén, január elején, amikor köztudott, hogy mínusz 10 fokok voltak, akkor tessék nekem megmondani, hogy mitől volt meleg. Valaki behordta biztos. A harmadik dolog pedig, hogy a tény és való, hogy az uniós pályázat azt írja elő, ahol műszakilag megoldható, hiszen erről beszéltem. Ő ugyan mindig kijavít engem, de nem érdekes. Tehát arról van itt szó végül is, hogy akkor, amikor a pályázatot beadtuk mi a panel programra, a felújításra, ott van mi nálunk mindenkinek. Ott van mindenki aláírása, hogy kérte a költség megosztót. Akkor nem tudom, most mi vitatkozunk. Tehát volt egy lap, minden lakónak ott volt a neve, ablakcsere, hőszigetelés, fűtés, korszerűsítés. Mindegyiket aláírta, hogy kéri. Akkor most mit kifogásolunk? Akkor kértük, most nem kérjük. És nem tudom majd, hogy mi lesz akkor, hogyha egyébként nem olyan sok épületben van ám a költségmegosztó leszerelve, mert egy kezemen meg tudnám Fehérváron számolni, ahol nincs, de azt is tudom, hogy ezeknél az épületeknél 14-24% közötti többlethőfogyasztás van az előző időszakokhoz képest, de az igazsághoz hozzátartozik az, hogy ha majd kötelező lesz felszerelni mindenhova, és nyilvánvaló, akkor a piaci törvények azt fogják diktálni, hogy kérem szépen, akkor a szolgáltató háromszoros áron fogja a költség megosztót adni. Akkor ezek a urak és hölgyek ki fognak állni, hogy igen, emberek, ezt mi intéztük a lakosságnak? Mert itt ezen van a kérdés. Tehát a meglévőt nagyon könnyű lerombolni egyébként. 3 ember mozgolódik szövetkezeti területen, aki a költségmegosztó ellen szervezkedik. Tessék elhinni, hogy a lakók többsége, sőt, hát jól emlékszem, 5000 forintos fűtésről beszél. Hát a téli időszak folyamán most az idén télen 16.500 forintnál nem fizettem többet. És fűtött mindenütt, sajnos... Én se, de mondjuk nálam nincs költségmegosztó, tehát... Jó, hát egyébként tény is való, hogy az igaz, hogy a költségmegosztó használata az embereket már egy kicsit idomította a takarékoskodásra, hiszen amíg nem volt ők se korszerűsítés, se költségosztó, hogy szabályozták a hőmérsékletet, kinyitották az ablakot. És azért ilyen energiaárak mellett, meg ugye amilyen helyzetben az ország van, energia szempontjából azért ezen nagyon el kell gondolkodni, hogy ezt meg szabad-e engedni. A másik dolog pedig az, hogy hivatkozunk itt olyan épületekre, a szénatére, hogy milyen szavazás történt, nem is a miénk. Tehát nem tudom, hogy őt. A következő kérdés volt, ami még nagyon megütötte pénteken a fülemet, hogy különböző összegű költségmegosztó leolvasásokat számolunk el. Oda kellene figyelni arra, amit írunk levélben, mert abban le volt írva, hogy a egyes költségmegosztó típusoknak a leolvasása, illetve az adatfeldolgozása különböző árakon van. És nálunk 4 féle költségmegosztó lett annak idején felszerelve, az optikaiból is 2 féle, illetve most a rádiós leolvasó is működik, amelyik ugye havonta alkalmas arra, hogy a költségeket szétosszuk. Tehát hivatkozik ő, hogy ilyen meg olyan levelet írtam, de az ő kérdését is jó lenne mellé tenni, mert én arra válaszoltam, amit kérdezett. Hát szóval ezt így nagyon nehéz megítélni, hogy itt meglobogtatja a levelet, hogy a farkas úr ezt írta. Azt írtam, igen, csak hát mi volt a kérdés? Mert ugye a kérdésre én általában azt válaszolom, amit kérdeznek, és nagyon sokszor nem tudom eldönteni, hogy a kérdésben pontosan az illető mire kíváncsi. Köszönöm, mindjárt megyünk tovább. Sipos Tászlóné van a vonalban. Jó estét, ez itt a Köztér. Jó estét kívánok, Sipos Tászlóné vagyok. A Farkas úrnak ahhoz szeretnék szólni, hogy azt mondta, hogy amikor nem volt otthon 3 hétig, 19 fok volt a lakásában, és nem volt kapcsolva a radiátor, nem tudom, hogy hol lakik, de hogy a Széchenyi utcában ilyen nincs, hogy 19 fok van, amikor teljesen le van kapcsolva a radiátor, pedig itt lakunk 40 éve, de még ilyen soha nem fordult elő. És azt mondja, hogy nincsenek panaszok,
nem jelentkeztek. Hát mert üzömbösek az emberek, mert rájöttek arra, hogy fölösleges. Mert én is tudok olyant, aki itt a telepen, a tóvárosnál például nincs nekik fönt a mérőjük, ők majd megőrülnek, olyan meleg van, mi meg fűtünk, és akkor is 22, ha csak ötösre nem teszem föl, hogy azt mondom, hogy na most akkor nagyon meleg legyen. És fizetni ugyanúgy fizetek, mint hogyha, és nem csak én, hanem a szomszéd, egyik szomszéd, másik szomszéd alattam, fölöttem, nyugdíjasok, és mi az mindegyik miatt juda, azonban, hogy forrulunk, és fagyoskodunk, mert a télen nem volt igazán hideg, de nem nagykabátban, hanem vastag nadrágban, vastag pulóverban üdögetünk délutánunkért, mert ugye nem volt olyan dolgunk, mert fáztunk. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy nem hiszem el, hogy senki nem tett ez ellen panaszt. Sőt, a múltkor is volt olyan egy hölgy, akkor is telefonált, hogy ők se voltak itthon, és ők is lekapcsolták, és ugyanúgy fizette a fűtési számlát. Köszönjük. Ez hogy lehetséges? Köszönjük szépen a hívását, köszönjük. Nem tudom, a Széchenyi út az van olyan része, ami az önökhöz tartozik. A három épület hozzánk tartozik, és itt az igazsághoz hozzátartozik az, hogy én egy ötszintes épület második emeletén lakok, és tudom azt, hogy az alattam és a fölöttem lévő lakó fűt. Na most a fűt már eleve egy helyzeti forral indulok, mert a mellettem lévő lakások fűtenek. Ahol nem fűt egyik se, ott nyilvánvaló, hogy hidegebb van, de másik dolog az, ugye ezt a lakásba található, 3 hét után található hőmérsékletet nem figyelt oda a hölgy rám. Tehát a csőrőfűtést próbáltam magyarázni. Két szalos csövek mennek föl a szobába. Mind a két szobába két darab két szalos cső megy föl meg le. Ha elzárok mindent, annak van egy felülete, ami fűt. És hát ez nem csalás, nem ámítás. Igaz, hogy a lakásnak az egyik része szabad szélnek ki van téve, ott egy kicsit hűvösebb van, de a másik szobában nagyon kellemes idő van. Ugye én két válaszadós vagyok a Melindának, egy pedig itt elhangzott, egy hete, hogy betelefonált az illető, illetve ide telefonált, ugye azt mondta, hogy többet vagy ugyanannyit fizetett, el kell mondjam, hogy nem, 3000 forinttal kevesebbet fizetett, és azért 3000 forinttal, hogy nem értette az 50% ugye a csőfűtés, illetve 50% a költségmegosztó miatti fizetés, de ezt az, akit említett évike, Mennyhárt évike az üzemeltetés, ezt kiment és letisztázták, tehát nem fizetett ugyanannyit, nem fizetett többet, hanem 3000 forinttal kevesebbet fizetett. A Melinda, amit mondott a tisztelt Szabó Melinda, valami oka volt, azt tudom, hogy akkor írta, és valami oka volt, nem tudom pontosan, hogy miért nem tudtunk akkor találkozni. Most, de úgy emlékszem, valami olyat kérdeztem tőle, hogy ő vele bármikor, de ő valami többség, nem tudom hány embert akar, hol akarja megszervezni ezt az egészet, de állok elébe, hogyha ő azt akarja, hogy üljünk le és beszélgessünk, hát végül is nem lesz ebből probléma. Azt nem mondtam el, hogy ezek az adatok, nyilván nem fogom elárulni az illet, megígértelnek, nem is kell, nyilván. Ezek valós adatok, ennyit fizet, 15-16 ezer, de azt nem mondtuk hozzá, hogy ebben benn van a hődíj, a melegvíz hődíj is. Tehát ez tudatosan nem egyik részből se vettem le. Tehát most akkor nem 16 ezer, hanem 12 ezer, 4 ezer forint a melegvíz, teljesen mindegy, de az arányok, ilyenek, és azt mondta, hogy 4000 forintot fizet, azt nem tudom. Az ilyet még Fejlvánon nem alatt, ha 4000 forintot fizetni. Alapdíjat esetleg. Hát alapdíjat. Vagy ő már a radiátorja a pincében vannak, ő lehet, hogy 4000 forintot fizet, nem tudom. Közben a kollégáik jelezték, hogy még 2 percünk van. Én még 2 dologra szeretnék rákérdezni, amik így érkeztek, és illetve a múltkori adásban is elhangzott, hogy mi történik azokkal a költségmegosztókkal, amik már kvázi kihordták a hitelességi idejüket, de még mindig fönt vannak. Hát, mondom. Mondom, igen. Hát az a helyzet, hogy nekünk nagyon kevés ilyen költségmegosztónk van, mert, mint említettem, ugye legelőször a lakásszövetkezet pároluktatóssal indult, utána lettek ezek az optikaiak, az optikaiból is kétfélék, és akkor, amikor
tulajdonképpen a lakásszövetkezet területén tartozó épületeknél a 90%-uk havi elszámolásban van, és a havi elszámolásos épületeknél le lettek cserélve, mert ugye ez az új típusú rádiós elosztó, ami ezt a havi programot tudja rögzíteni, mert ez úgy működik, ez a havi költségmegosztó, hogy hónap végén lezár, és akkor 4 napig azt az értéket mutatja, amit elhasznált, és 4 nap után ugrik tovább a következő hónapra. A másik dolog pedig, hogy gyakorlatilag 2014-ben lettek ezek a rádiós költségmegosztók főszerelve a lakásszövetkezet működési területén, olyan 13 ezer darab költségmegosztó van, és az idén például már körülbelül 1146-ot pontosan annyit cseréltünk ki. De hát akkor ezeket folyamatosan cseréljük. Erre is ugye pályázat lett kiírva, a pályázatban nyertünk 10 millió forintot, ugye ez nem nagyon érdekel, hogy különösebben senkit, és gyakorlatilag annyit, hogy a költségmegosztó cserét aránylag egész olcsón meg tudjuk úszni. És én véleményem az, hogy tulajdonképpen ezzel a problémáknak a fölvetésével, mert szépen megyünk sorba a szövetkezet gazdálkodási területén, itt a szövetkezet lejáratása a cél, itt ez a probléma, ez egy árprobléma, ezt fölfújjuk, túlragozzuk, itt arról van szó, hogy 2013 óta ezek az emberek a szövetkezet igazgatóságát és a vezetését járatja, próbálják meg lejáratni. Mi állunk elébe, mi véleményünk szerint megteszünk mindent, és tényleg az van, hogy minden hónapban összeül a szövetkezet vezetése, végigbeszélünk minden dolgot, problémát. Én véleményem szerint, ha megnéznénk a városban, hogy hány társasháznál vagy más lakásszövetkezetnél milyen problémák vannak, azt hiszem nagyon sokan elcsodálkoznának rajta. És még egy érdekes kérdés, ez mondjuk nem a fűtéshez tartozik, de e-mailen érkezett egy kupac dolog, és abban volt egy olyan kérdés, hogy a közterületen lévő kuka ketreceken miért engedik, hogy helyezzenek reklámot, mert ezt rendelet is tiltja, és hogy ez nem lehet. Mi nem engedjük, és a városgondnokság le is szereli róla azonnal. Hát ezt önhatalmulag teszik, ugyanis a mi épületünk falára tesznek ki egy négyzetméternél nagyobb plakátot, vagy hirdetőtáblát, vagy reklámtáblát. Ugye a cég feliratot kitehetik, de azon kívül bármi reklámtáblát azért fizetni kell. Tehát akkor a szabálytalanul teszik ki. Szabálytalanul rakták ki. És le is vetetjük, tehát figyelünk ezeket. Végül is az az igazság, hogy abban a városgondokságnak és a városnak igaza van, hogy ebbe a reklámtábla ügybe azért rendet kell tartani, mert ne legyen a városból papagáj. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és igyekszünk mindig teret biztosítani a párbeszédnek is, illetve a probléma felvetésnek is. Köszönöm, hogy itt voltak, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Köztérre legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!